Szeretettel köszöntöm a Speedzone használt autó bemutató nézőit. Megint itt vagyunk az Eurofleetnél, és egy olyan autót választottam ki magamnak, amit bemutatok. Itt ezt a F15-ös sorozatú X5-öst, amivel rögtön egy sztorival untatnálak titeket. 2000-ben a műjégpálya bezárása előtt megengedték, hogy ott rendezzenek egy slalom bajnokságot a jégen. Ez volt azt hiszem a szlogenje is, hogy jégre megyünk, és beneveztem én is Ágó Béla barátommal, hogy ott a jégen szlalomozni fogunk. És én a bogár hátúval voltam, és pont azon agyaltunk Bélával, hogy érdemes-e a nehéz haverjainkat beültetni a hátsó ülésre, hogy a hátsó tengelyt, a meghajtott tengelyt jobban nyomja, és akkor jobban tudunk majd gyorsítani, de viszont kanyarba meg féken kicsit rossz lesz, szóval ezen okoskodtunk ott a nézőtéren. Béla is benevezett, azt hiszem, vagy a Ladájával, vagy valami céges Subaruval, és egyszer csak ennek a versenynek azt hiszem az egyik támogatója az akkori Wallis Motor Kft. Volt, ami a BMW importőre volt, megjelent egy X5-össel. Nem ezzel a harmadik generációs F15-össel, hanem a legelső generációs, ugye akkor jelent meg, mi is volt, azt hiszem E53. Igen, E53 volt a kódja annak a legelső kocka, nagy doboz X5-ösnek. Mi meg ott néztük, hogy ez meg mi? Most ez jön, vagy megy, vagy mi ez az egész? Meg BMW, aztán ilyen teherautó. Mi a fene ez? Akkor nézzünk meg egy X5-ös példajelentést, ahogy azt szoktuk. Kilométer óra állásnál már rögtön ott a felkiáltójel lehetséges, hogy a jármű kilométer óra állását módosították. Milyen jól van írva, nem csaltak vele, mint állat, módosították. Lopásnál zöld, nem lopott, baleset, sérült is volt, tipikus. És akkor ez Amerikában regisztrálták, Amerikában futott, ott tulajdonosváltás, de karbantartás is volt, és akkor egy sérülés Amerikában, utána már egyből megváltozott a tulajdonviszony, tehát eladták, majd sérülést találtak Litvániában. Elég egyszerű a műsor, megvették törötten Litvániában, pedig megcsinálták, majd eladták Németországba, körbejárta a világot ez az autó, tehát a Németországban tartották karban. Maga a lopott járműnél oké, mindenhol zöld pipa, kilométer óra állásnál sincs óriási visszatekerés, egy helyen van, az még akár elírás is lehet, legyünk jóhiszeműek, de ha tovább megyünk és megnézzük a javításokat, ott viszont már elég sokat látunk. Nagy értékben sérült az autó, és a legjobb a fényképek. Tehát ez tényleg többet mond ezer szónál. Rendesen összecsukták az elejét. Minden gyűrődött, minden összekócolódott, és ezt próbálják megcsinálni olcsón Litvániába, majd eladni Németországba. Ennyi. Aki ezt a kocsit meg akarta venni, annak érdemes volt megnézni. Szerintem nem fogja megvenni. És ott már feltűnt, hogy ugye négykerékhajtású, és nagyon jól osztja az erőt, hol arra a tengelyre, amelyik jobban hajt, hol erre, hol arra. Szóval sokkal jobban ment a négykerékhajtással, mint mi ott a hátsó kerékkel. De nem is ez a lényeg, hanem az volt az első bemutatkozása itt Magyarországon az X5-ös BMW-nek. És ha most visszatekintünk erre az elmúlt 20 évre, az X5-ös egy nagyon-nagyon népszerű autó lett. Hogy miért, azt úgy nehéz megfejteni, mert tudjuk, hogy ott Münchenben ezek a srácok a négyhengeres épületben nem háttal ülnek a világnak, és a BMW mindig valahogy nagyon jó autókat csinált. Tudom, néha-néha mellé fogtak az N-sorozatú motor, ami egyesek szerint azért N-sorozatú motor, hogy ne vedd meg. Mások szerint viszont az is jó, ha rendesen karban tartják, meg mondjuk a vezérműláncot cserélik 50 ezer kilométerenként, ami néha a motor hátulján van, mint ahogy ennél is. De ne szaladjunk ennyire előre. A nagy dolog a BMW-nél, amikor megjelent ez a SUV, ők nem is SUV-nak, hanem SAV-nek hívták, azaz Sport Activity Vehicle, azaz, hogy sport aktív jármű, hogy arra utaltak, hogy ez igazán nem terepjáró, hanem ilyen egyéb
egyéb célú felhasználású szabadidős jármű, ezt a szót kerestem, szabadidős jármű, de hozott rögtön egy-két olyan újdonságot, ami nem volt a konkurens modelleknél. Például ez teljes egészében egy önhordó karosszéria. De, és most már rátérek erre az F-15-ösre, a harmadik generációsra, karosszéria kialakításra, egyébként sokkal jobban néz ki, mint az első széria, mert ez nem egy... Valahogy ezekkel a furcsa ívekkel, formákkal elmaszkolták azt a nagy dobozi jelleget, ami az első szériásnak volt, és nagyon sok újdonságot csináltak a karosszériában. Például, ami nekem nagyon tetszik, hogy nagyon törekedtek arra, hogy az önsúlyt csökkentsék. Ennek az eleme az volt, hogy első sárvédő, látjátok, műanyag, nem is alumínium, hanem műanyag, motorháztető műanyag, az ötödik ajtó alsó része szintén műanyag, majd meg fogjuk mutatni, a üzemanyag betöltő nyílás is műanyag, tehát a kompozit elemeket, és ezt a szót kellett volna használjak erre a sárvédőre is, hogy kompozit, mert nem egyszerű műanyag ez, hanem szálerősített, jól kiművelt műanyag, mindenhol próbáltak csökkenteni, a karosszéria további részeknél például úgy, hogy a préselt, nagy szilárdságú acéloknak formát adtak, hogy ne csak maga a lemez legyen, hanem a formázott lemez sokkal nagyobb merevségű legyen. Az átfedéseknél nem pont heggesztették, hanem ragasztották több helyen, ami nagyobb szilárdságot, nagyobb merevséget ad a karosszériának, mint a simán pont heggesztett, és nagyon sok helyen használtak strukturálisan erősítő, merevséget szolgáló alumíniumokat. Például öntött alumínium a tornyok, és nagyon sok alumínium alkatrésszel kötik össze az első részt is, a tűzfalat is, a toronnyal, hogy egy nagyon jó csavarodási szilárdságot adjon a karosszériának. És a fenéklemez deformációval, illetve alakformázással adott merevsége, plusz ezek az alumínium merevítők olyan masszivitást adnak ennek a karosszériának, hogy tényleg öröm vele menni. Most úgy beszélek, mintha már nagyon sokat mentem volna X5-össel, de azt hiszem, hogy most lesz a harmadik alkalom, hogy vezetem, de akárhányszor ültem benne, mindig rájöttem, hogy egy szikla tömb ez az autó. Nagyon megcsinálták, nagyon merev, és tényleg. Ha nézitek többször az én teszteimet, én nem vagyok ilyen rajongó típus. Nem szoktam rajongani egy-egy autóért, ha csak nem az valami, tényleg valami különleges, de a BMW-k mindig valahogy úgy vannak bennem, hogy amit csinálnak, azt mindig nagyon jól megcsinálják. És ez az egyik magyarázat arra, hogy ez az autó ennyire népszerű lett, ugye az X5-ös volt a legeslegelső BMW ilyen szabadidőterepjáró, nevezzük így, utána jött az X3-as, meg később X6, stb. X5-ös volt az első, és hogy más nem mondjak, például Vinyusnak is ilyen autója volt, fehér színbe, igaz, hogy a nagy motorral, nem ezzel a kicsivel, és ő is nagyon szerette. Ez egy szerethető autó, de most nézzük meg valójában picit részleteiben, hogy miért szerethető ez ennyire. Nézzük meg például a motort. Sokféle motorral rendelhető az X5-ös. Nyilván a piaca ennek az autónak inkább Amerika volt, ahol a nagy benzinmotorokat szerették, de itt Európában nagyon népszerű a dízelmotor is. Ebből is rögtön két változat, több teljesítmény osztállyal volt. Ez a kisebb. Ezt D25 X-Drive-nak hívják, de ez a 25, ez nem 2005-ös motor takar, hanem ez egy 2 literes, 4 hengeres motor. Mindjárt visszatérünk a motorra. Még annyit szeretnék csak mondani, hogy az autó 11 millió forint, 2017-es, és 85 ezer kilométer van benne. Amikor nem néztem meg az adatokat, előbb nyitottam fel a motorháztetőt, és néztem bele, és azt mondtam, hogy hú, öregem, ez úgy néz ki, mintha új lenne. De tényleg, semmi oxidáció nincs sehol. Pedig ez a motor nem olyan nagyon burkolt, mint ahogy néhány dízel leszokott lenni burkolva, simán le lehet látni az aljára. Ennek ellenére nem
hozta fel valahogy annyira a menetszél, meg a mit tudom én mi, a sós latyakot, vagy keveset használták télen, nem tudom, de nagyon szép, nincsenek oxidált részek, jól néz ki ez az egész motor. Na, tehát vissza. Ez a 2 literes motor, a B47 TU, B47 D20 TU, hogy egész pontos legyek, ugye a D20 utal a lökettérfogatra, hogy 2 literes, és a TU, vagy TÜ egész pontosan, ugye tányacskó, technische Überarbeitet. Tehát Überarbeitet, így németesen kell kiejteni, Überarbeitet. Ebből lehet tudni, ugyanis ez már AdBlue-s, és az AdBlue-s motor az már mind a TU változat volt. Tudjuk, hogy a korai N47-es dízeleknek elég sok probléma volt a vezérműlánccal. Ennél a motornál ezt próbálták megszüntetni, tisztában voltak vele, hogy fogalmazzak szépen, nem a legjobban sikerült a vezérmű hajtása azzal az egysoros bicikli lánccal, és továbbra is egysoros bicikli lánc van ennél a B47-esnél, de nagyon sok dolgon változtattak, például a feszítés módján, az olajnyomás máshogy avatkozik bele a feszítőpatronba, illetve a vezérműkerekek is más geometriájúak lettek, de ami a legfontosabb, hogy a vezérmű tengely bütyök profilján és a vezérmű tengely kialakításán is próbáltak úgy változtatni, hogy a láncra ne olyan dinamikus és olyan jellegű erőhatások legyenek, mint a korábbinál volt, mert ők azt mondták, hogy ez okozza a problémát, nem pedig a lánc alulméretezettsége. Most higgyük, nem higgyük, mindegy. A lényeg az, hogy ezzel a motorral, a B47-essel már sokkal kevesebb probléma van a lánccal, viszont maradt egy-két dolog, ami a korábbinál is volt, és sajnos ennél is, hogyha az ember utána néz a szervizekben, gyakran tapasztal vele, hogy az EGR szelep problémája az továbbra is fennáll, illetve hát a turbó sem tart örökké, ez a kettős megfúvású, ezért Twin Power turbó, kettős megfúvású turbó van rajta, és azért 2 literes motor 232 lóerővel, 500 Nm-rel, ez azért, mondjuk úgy, ez már azért ki van használva, ez a motor. Másik érdekessége, az 500 Nm az 1300-as, vagy igen, 1300-as fordulattól egész 3000-es fordulatig végig elektronikusan szabályzott. Magyarul akár többet is tudna ez a szállítású turbó, megfújva ezt a motort, de így állították be a nyomaték karakterisztikáját a motornak. Majd megnézzük, hogy ezzel a több mint 1,6 tonnás autóval hogyan tud menni, de ennyit a motorról. Amit még, és Léci tányacskó, mutasd meg, hogy mennyire próbálkoztak azzal, hogy a motor mélyen legyen, és egészen hátra be legyen tolva. Nézzük meg, itt van az első torony vonala, és a motornak több mint a fele mögötte van, ez meg itt a kocsi eleje, itt van a hűtő, és a hűtő és a motor között még ekkora hely van. Nyilván, mert a soros 6-os motornak is be kell ide férni, na, itt egy kis oxidáció, de minimális, ennyi látszik az egészen. Tehát a soros 6-osnak is be kell ide férni. Nézzük meg a csomagtartót. Műsorunk támogatója az Eurofleet ZRT prémium használt autócentruma. Használt autók akár négyszeres garanciával. Ennek a SAV Sport Activity modellnek nagyon lényeges, hogy nagy csomagtartója legyen, és van is neki egy 500 literes csomagtartója, és ez az osztva kinyitható csomagtartó, ez szinte védjegyévé vált ennek a modellnek. Erről beszéltem, hogy ez könnyített, és így könnyen pakolható, sőt, ez elég masszív, tehát erre akár rá is lehet ülni, meg rakodásnál is segít.
510 literes a csomagtartó, van ahol 520, van ahol 500, tehát így nehéz, mert többféle kivitelben volt, és ez is itt hozzátartozik a csomagtartóhoz, hogy igen nagy pakoló rész van, ez is jól meg van csinálva, hogy kitámasztó teleszkópos, és ezt a jól meg van csinálva, ezt minden mondatom előtt elmondhatnám, mert ez a ma már egy függetlennek nevezhető autós cég, mert a BMW szinte az egyetlen, amit most így hirtelen fel tudok idézni magamba, akik azért ott vannak a piacon, prémium márkák, és nem annyira szövetkeznek más gyártókkal, csak kicsit mondjuk így, de tényleg saját motorjaik vannak, saját autóik, úgyhogy egy elég nagy csomagtartót kapunk itt, hátsó csatlakozó pontokkal, tehát 12 volttal hűtőládának, mi egymás, és ez is, ha megnézzük, szóval minden olyan szépen ki van rajta módolva, ide tettek egy filc szalagot, hogy amikor csukom be, és csúszik, akkor ne karistolja itt ezt a műanyagot. Szóval ezek filléres apróságok, de ez mutatja azt, hogy ezek az emberek gondolkodtak, hogy ilyen legyen, és alapvetően jó. Az összes kapcsoló, az összes nyomógomb tök jó minőségű. Tehát van egy nagy csomagtartónk, nézzük meg, hogy milyen az ülés benne hátul. És nem érnek meglepetések minket itt hátul, mert egy ekkora autónál az elvárjuk, hogy egy 180-190 centisre beállított ember mögött még legyen egy akkora hely, hogy a másik 190 centis is elférjen, akár fejmagasságban, akár pedig térdben legyen elég hely. Ez az autó, ez megint azt mondták, hogy egy alacsony felszereltségi szintű. Én azt mondom, hogy igen, nem full extrás, ahogy szokták mondani, ráadásul szövet kárpitos, de ezzel nem lenne baj. Inkább azzal van a baj, hogy valaki ezt az egész autót feketébe rendelte. Kívül is fekete, belül is fekete, és a fekete alapvetően a térérzetet csökkenti. Tehát a fekete autó belül mindig kisebbnek tűnik, és kicsit ilyen kripta hangulata van. Értsétek most jól, azért ezek a alumínium dekorbetétek feldobják, meg legalább a tetőkárpit szürke maradt, de ez a fekete belső, ez számomra a 90-es évek. 90-es években volt minden autó fekete, és nem lehetett szinte semmit találni, aztán egy-két gyártó mert kéket csinálni, aztán jöttek a szürkék, vagy a világos szürkék, mert sötét szürke volt, de igazság szerint ez a fekete szerintem nem a legjobb választás. Viszont sokan kedvelik, ezért aztán a flottások itt szívesen választják, úgyhogy ennyi. Itt is nincs hátul külön klímapanel, csak 12 voltos csatlakozók vannak, de van befúvó a hátulülőknek, van megfelelő hely, van hátsó világítás, lichtpaket, ahogy mondják. Tánya mondja, könyöklő, az is van, sőt, még pohártartó is van a könyöklőhöz. Azért ami kell, az van, sőt, sízsák is van itt, hogyha át akarsz dugni hosszabb tárgyakat a csomagtartóval ide. Nagy hely, a tetővonal nem esik, ugye méresnél, egy SUV-nál, nem is értem, hogy ki az, aki X6-ost választ, de hát ő biztos tudja, én nem. Nézzük meg, milyen az autóval menni. Akár X5, akár egyéb BMW, aki a BMW-kben járatos, vagy ismeri a BMW-k ergonómiáját, kezelőszerveit, az egyből otthon érzi magát ebben az autóban is, mert az iDrive ugyanúgy, ez még ugye a régebbi modell, ugye ez a F15-ös modell, 2018-ig gyártották, ott jött az új, ez még a régi, de én ennek konkrétan örülök, mert én nagyon kedvelem ezt az iDrive-ot. Magától értetődő, gyorsan kezelhető, jó szerkentyű. CTF automata váltó van benne, ez is nagyon jól működik. A multikormány és a kedvencem, ez a műszerfal, illetve nem is ez, hanem még az egyen régebbi, de mondjuk ez is egy jó műszerfal, mert az órák kerete az
effektíve, mechanikusan ki van rajzolva, mintha rendes óra lenne, de maga a megjelenítése az óráknak az TFT, de nagyon szép grafikával, és nem csak, hogy nagyon szép grafikával, hanem a mozgása is ezeknek a mutatóknak valahogy olyan, mintha tömegük lenne. Tehát a grafika nagyon jól meg van csinálva, ez elhiteti. Azt mondom, hogyha mindenképpen egy konfigurálható műszerfal kell, akkor az így legyen. Még egy modellt, a Lexust ki tudnám emelni, ennek az új kupé V8-asának van ilyen hasonló műszerfala, ott még ez a mechanikus keret mechanikusan mozdul is el. Ezek olyan trükkök, amik engem lelkesítenek, és tényleg beleteszik a tudást, meg ezt az érdekességet az autóba. Ezek jó dolgok. Egyébként ez még ugye a kisebb műszerfalas, kisebb kijelzős változat, nem érintőképernyős, mint az újabb. Ez így módon kicsit konzervatív. Másrészt meg a megszokott BMW kezelőszervek, semmi különös, de ami van, az mind nagyon jó, nagyon jól működik. Kész. Itt most egyetlen egy kérdés merül fel, hogy mennyire lehet menet közben érezni, összehasonlítva a 6-hengeres motorral ezt a 2 literes 4-hengerest, és milyen dinamikát tud adni ennek az autónak, ezt viszont most ki fogjuk próbálni. Léci tányecskó, ülj be, aztán induljunk! A prémium AZ Meister tájlekenő anyagok a legzordabb körülmények között is maximálisan teljesítenek. AZ Meister tájlekenő anyagok az Onix autótól. Oké, induljunk. Én is kíváncsi vagyok rá, mert itt túrtam az emlékezetemben, de nem emlékszem, hogy vezettem volna 4-hengeres dízelt X5-ösből. 6-hengeres dízelt vezettem, meg egyszer egy V8-as benzint, de ezt nem. Elektronikus szervó van már ebben, és most rögtön feltűnt az, hogy ugye változik a rásegítése a sebesség függőnyében, de amikor lassan megy az ember, akkor olyan erős a rásegítése, mintha szétakadt volna a kormány összekötő rút, de tényleg. Viszont már ilyen 50-es tempónál kicsit elnehezedik, és jobban lehet érzékelni azt, hogy végül is egy nehéz autót irányítunk, de ez az egyik, amiben az X5-ös nagyon jó, és nagyon sok konkurensét felülmúlja, azt, hogy az autó sokkal kisebbnek érződik menet közben, mint amilyen valójában. Lehet, hogy most itt, aki szembe jön, az az Opel Astrás, ennek egy óriási szekrény vagyok, ahogy itt közlekedek az X5-ösömmel, de belülről én nem érzem azt, hogy ekkora óriási autó lenne, ráadásul a kormány direktsége, meg az autó mozgása is azt adja a tudtomra, hogy ez nem egy nehéz nagy autó. Ez persze egy kétélű fegyver, mert túlvállalhatok vele olyan helyzeteket, meg szituációkat, amikor nem igazán jó, hogy azt gondolom, hogy egy kis autóba ülök. De másrésztről viszont nagyon jó, mert kényelmes, komfortos vezetni. És miközben ezeket mondom, arra figyelek, hogy mennyire hallatszik be a dízelmotor, mennyire hallatszik be a 4-hengeressége a dízelmotornak, és bizony alig-alig. A fényszóró automatára van téve, tehát azt jelenti, hogy világít. Nappali menetfényei vannak az autónak egyébként, Angel Eye, és ledes fényszórója, de csak az alap. Tehát ez is egy olyan felszereltségi szint, hogy nem a legmagasabb, mert ennél már lehetett rendelni LED Matrix fényszórót is, illetve hát már korábban is lehetett a Xenonból ilyen különleges fényszórókat rendelni. 8 fokozatú váltó van, a CETEF gyártja hozzá ezt a 8 fokozatú váltót, én most áttettem manuálba, hogy kipróbáljam, nehogy zöldeket beszéljek, de a 8 fokozatú van ebben a modellben is, és bizony most már bemelegedett, az olajhőmérsékletet mutatja, még egy pluszpont a BMW-nek, mert nem a vízhőmérsékletet kell nézni bemelegedéskor, hanem az olajhőmérsékletet, ez mutatja, már üzemi hőfokon van, és ez a
túlfújt 230 lóerős 2 literes motor azért egy megfelelő dinamikával mozgatja az autót. Sávelhagyás figyelmeztető közben nekem itt rezegteti a kormányt, pedig nem elhagyni akarom a sávot, csak kikerülni az útszéli gödröket, de jelzi nekem, hogy inkább menjek a sáv közepén. Nem csalódás az autó, tényleg beleillik a BMW-nek ez a kicsit sportos, jól vezethető, jól irányítható imidzsébe, Freiden Fahren, ugye, öröm a vezetés, mondja a marketing szlogán, és tényleg ezeket az autókat nagyon jó vezetni. Ha még kiegészülne azzal, amivel tudom, hogy a hathengeres jobb, hogy kicsit ilyen sejmesebb, kicsit ilyen hathengeresebb a hangja, akkor tényleg ez egy csillagos ötös lenne. De összességében ez az autó 85.900 kilométerrel 11,5 millió forintért. Elképzelem, hogy van, akinek ez jó vétel. Használati nyomok szinte nincsenek rajta. Azt néztem kívül is, hogy karcolás, meg ilyen kő felverődés sincs rajta. Szélvédő is gyári benne, és teljesen hibamentes. Az összes üveg gyári benne. És itt belül is nem látsz semmit. Nincs az a kopás, ami a korábbi modelleknél volt, amikor ez a prémium érzetet szolgáltató puha felület kezd leválni a műanyagokról, mert az nagyon undorítóan tud kinézni. Vonat nem jön. Úgyhogy összességében elég jó. Jó állapotú, és 85.000 kilométer ezeknek az autóknak semmi. És bízunk benne, hogy ez a B47 D20-as motor vezérmű lánc szempontjából is sokkal tartósabb lesz, mint az elődje. És akkor megmerhetjük venni ezt az autót. Ez tényleg egy jó dolog, hogy ennyire direkt a kormánya, és ennyire jól mozog ez az autó. De ebbe a BMW nem az X5-ösnél kezdte a pályát futni, hanem már a korábbi modellek, akár az E39-es, erről is csináltam egy V8-as tesztet korábban, nézzétek meg, ott is felhívtam erre a figyelmet, hogy nagyon-nagyon jó a kormány reakciója. Ugye ez az a dolog, amire rögtön érezzük azt, hogy egy autó milyen nehéz, hogy amikor megmozdítjuk a kormányt, pláne ilyen hirtelenebb mozdulatokkal, akkor hogyan reagál rá az autó. Hogyha van egy ilyen 3/10 másodperces pétje, akkor akár az van, hogy könnyű az autó, akár az van, hogy nehéz, azt mi mindenképpen úgy fogjuk érezni, hogy ez ilyen nehézkes, ilyen nehéz, ilyen rossz vezetni. De ebben az esetben nem erről van szó. Hát a fordulókör átmérő, most ezt a táblát pont kiütnénk, az kicsit nagy, de a tengelytávja is nagy ennek az autónak, csodák meg akármilyen szomorú ez számunkra nincsenek. Nagy autó, nagy körön fordul meg, ez is kicsit ilyen. Másrésztről meg tényleg vezetés közben nem érződik a mérete, nem érződik a tömege, tök jó vele menni. Jól használja a motor ezt a 8 fokozatot is, így most, ahogy én megyek, nem nyomok nagy gázt, 2000-es fordulatnál elváltogat, 2000-től 1500-ig, 1600-ig esik le a fordulat, hang nélkül megy. És ha kicsit kritikus akarok lenni magammal, akkor azt mondom, hogy hát oké, hogy itt nincs motorhangja, de azért egy pici négyhengeres rezonancia bejön, amit leginkább csak az fog érezni, aki már ment a hathengeres változattal, és tudja, hogy az milyen nagyon klassz hangja van dízelmotor létére is. Tehát így módon ennek a négyhengeresnek van némi hátránya a hathengeressel szemben, de ha objektíven nézzük az egészet, nagyon csendes így is az autó. Nem jön be a motor morgása vagy hangja, pláne ilyen 1800-as fordulaton. Tényleg most. Kicsit itt kiürült az út, most nyomok egy kövéret neki. Állja, a 4008-ig forgatja, gyorsan kapcsolgat, 3005-ig esik vissza, és hát azért halad.
nagy bódét megindítja ez a motor, 500 Nm nyomaték azért nem kevés, annak ellenére, hogy tömege azért van az autónak bőven. Úgyhogy ennyi. Használt autó, nézzük meg, a Unix mit ajánl nekünk alkatrészekben. Tehát BMW X5 F15 2017-es X-Drive. S-Drive is van, az S-Drive a hátsó kerékhajtású. Bizonyos modellekből elérhető, ez is egy érdekes dolog, hogy nem muszáj, hogy négy kerékhajtást válasszunk ebből. És akkor nézzük meg a cikkcsoportoknál, amit szoktam a lengéscsillapító rugóknál, nézzük meg a lengéscsillapítót. Ez az autó nem légrugós, az is rendelhető volt hozzá, de ez sima. Nézzük meg, első Saks lengéscsillapító 107 000 forint. Kajaba lengéscsillapító 75 000, az a hátsó, az első a 101 000, optimál előre 33 000. Hopp, azért vannak árak, de hát prémium kategóriában utazunk, tudjuk, ugye a banán meg a majom. Ne lepődjünk meg ezeken a dolgokon. Nézzünk meg egy olyan alkatrészt, mint például a szűrők, olyan, hogy olajszűrő mennyibe kerül. Az általános karbantartáshoz szükséges, ezek mind szűrőpatronok, tehát betétbe kell, tehát szűrőbetétek, amit egy házba kell betenni. 5500 az AZMT, 8800 a MAN, 10000 a Knecht, és Boschból is 11000. Itt is vannak árak, de prémium. Most már csak érdekességképpen meg szeretném nézni a féket. Fékmechanika. A fékbetét tárcsafékhez, az elsőre vagyok kíváncsi. AZMT betét 26 000 forint, tessék, az nem is drága. Szintén előre AT-je vagy AT 76 000, 42 000 a textár, Brembo pedig 41 000. A fék az nem annyira fáj, mint a lengéscsillapító, de hát ez ilyen prémium autó, prémium alkatrész árak, de örüljünk annak, hogy lehet kapni. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok ezen a X5-ös bemutatón. Nekem tanulsággal szolgált a négyhengeres dízelmotor ebben az autóban, konkrétan az, hogy egész kultúr tud maradni. Kommenteljetek be, hogy nektek mi a véleményetek az X5-ös ről ezzel a kis motorral, választanátok-e, vagy ti is inkább mennétek a 6-hengeres felé, aminek nyilván a fenntartási költsége is egy picit magasabbak, bár ha a meghibásodásokat is nézzük, az viszont egy megbízhatóbb motor, mint ez a 4-hengeres, úgyhogy ez van. Kommenteljétek be, kíváncsi vagyok rá. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, jövünk még innen használt autókkal az Eurofleet-től is, meg úgy egyébként is. Sziasztok!